Szevasztok, srácok, lányok, hölgyek, fiúk, kik vannak még? Mindenki más. Ez itt a Trollpac YouTube channel. Eljött az időben jelentsük nektek, hogy ki lett a december hónap játékosa. Igen, ugye a borsodi a hónap játékosa.hu. Hogy várjál? Így. Oldalon tudtatok szavazni. Rengeteg szavazat érkezett. Feci, légy szíves, mondd el, hogy kik között dölt el ez a nemes verseny. Ki lesz a borsodi a hónap játékosa december hónapban? Harmadik helyezett lett Papp Bence, második helyezett lett Szabó József, és ezáltal doppergés torony magasan Prince Gábor, a decemberi hónap játékosa. Prince Gábor barátunk nyerte az óriási nagy szabadrugásával ezt a versenyt. Nézzük meg! Mi a csávot, hogy odébb rakta, mi? De szerintem maragadott, vagy az volt, hogy ő most jött fel az ifiből, és akkor mondta, hogy te velem nem ünnepelsz, vagy nem tudom. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy múlt héten, amikor kiraktam, hogy még meghosszabbítjuk egy héttel ezt a szavazást, akkor ugye 450 szavazattal vezetett Prince Gábor, most mire vége lett, most már 550 szavazattal vezet, tehát így úgy néz ki, hogy nem nagyon volt ebben már kérdés. Szóval Prince Gábor barátunknak gratulálunk, és hát valahogy vegye föl velünk a kapcsolatot, és hát, hogy... Ne csörömpő! Megjöttek a sörösök. Ja, akkor csörömpő! Prince Gábor még amúgy nem a barátunk, de miután fogunk neki adni egy egész tálca borsodit, meg egy-két apró ajándékot, biztos vagyok benne, hogy tök jó barátunk lesz. Legalábbis amúgy én barátkoznék magunkkal. Meg rohadt nagy darab a Prince Gábor, úgyhogy én nagyon szívesen barátkoznék vele, hogyha... De hogy úgy járjunk, mint a gyerek, akit elkedünk, pif! Ott tartottunk, hogy most a Feci el fogja mondani nektek, hogy hogyan tudtok szavazni a hónap játékosára. A borsodi a hónap játékosára! Nagyon egyszerű az egész, nézzétek meg, mutatom is, felmentek a borsodi a hónap játékosa.hu oldalra, megnézegetitek mind a három videót, amelyik fent van, és amelyik a legszimpatikusabb, arra rányomtok, hogy erre szavazok. Nagyon nehéz, mi? Ez ennyire egyszerű. Fontos még, hogy kövessétek a TikTok oldalunkat, a Facebook oldalunkat, az Instagram oldalunkat, és a YouTube-ot is. Nyilván küldjetek be nagyon-nagyon sok gólt. Gólt, védést, nézőtéri bekiabálást, egy adott szituációt a mérkőzésen, hisz nem csak a gólok szerepelnek az összeállításban, hanem minden olyan, ami egy futballmérkőzésen történik. Legyen az vicces, legyen az nagyon gyorsan szép, egy igazi rapperrel van dolgunk. Igen. Köszönjük szépen, rengeteg videó érkezett be most is. Feci az román válogatta őket, és segítsetek nekünk, hogy döntsük el, hogy ki legyen a hónap játékosa decemberben. Van egy gólokat küldtetek nekünk a kupákról, meg nagyon vicces dolgokat szerintem. Ahogy Feci említette, rengeteg gólt kaptunk tőletek a terem kupákról. Hallod? Vágod, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon elbaszott teremkupa csapatnevek? Áll, az biztos. Na figyelj, nem. Most akkor csináljuk azt, hogy kommentben írjátok meg, hogy szerintetek melyik a legjobb és melyik a leggázabb. Ez ilyen, mit tudom én, 1-10-ig osztályozzunk. Az első ilyen csapat nem más, mint minden teremtornán van egy ilyen elbaszott csapat, ez pedig a Real Margit. Ez valószínűleg amúgy szerintem 80-as évek végén még lehet, hogy vicces volt, de, vagy akkor se, nem tudom. Szerintem akkor még azért egy ilyen kis sanda mosoly így került az emberek szájára, igen. Tehát aki ilyen csapatnévvel indul, az egy kibsz loser. Hát alapból egyébként szerintem aki a Real Madrid csapatával indul, az is az. Nem, hogy még a Real Margit legyen. Második ilyen csapatunk. Sördögök. Valahol 45 és 55 között lehet szerintem a kor, és nem találkoznak egész éven, csak ezen az egy kupán, és igen, gyorsan össze kell rakni egy. Alapból már másnaposan érkeznek a srácok, de amúgy is folyamatosan sörözgetnek, tehát úgy néz ki minden meccs előtt, tehát ugye cigit is szívják, úristen játszunk, akkor gyorsan eldobjuk, megyünk be, és mindig tök utolsók, viszont Jó a galeri. Tehát ők azok, akik ilyen nagyon-nagyon bugyuda vicceket mesélnek. Azt akartam mondani, hogy ez ilyen önjelölt stand-uposok, ilyen formázatlan haj, szakállal,
és kint a cigi közben így mesélik az ilyen óriási fa vicceket, meg a sztorikat. És röhög mindenki. Igen. Tudj itt róla eszembe? Ősapa TikTokon. Ők a svördögök. Harmadik ilyen csapat, nagyon sokat gondolkodtak, viszont picit műveltek, ugye, mert ez ilyen angolos, magyaros név, ez pedig a fakanál. Érted, hogy fakanál, és... Igen, ez a negyedik osztályban még tanultam angolt. Figyelj, szerintem ők meg mindenkit. Következő pedig, amúgy tényleg régen vicces volt, és ez a csapat a szívemhez közel áll, azért a 10 pontból 2-t adok nekik, ez pedig ejakuláció. Hát igen. Figyelj, nekem is a szívemhez közel áll az egyik része ennek a csapatnévnek. Ez kifejezetten vicces, tehát én azt gondolom, ez egy... Én azt gondolom, hogy ez egy jó. Tök vicces volt 2003-ban. Szerintem igen. De az ott eltelt 20 év, 21. Jó, de hasonlítsd össze a Real Margittal, meg a Fakanállal, tehát jó. Ahhoz képest én azt mondom, megadom hogy magam. Ez az ejakuláció azért mégiscsak olasz focit szereti, aki ezt a nevet adja. Valószínűleg az olasz focit, azt ugye mi, mint olasz foci szeretők, nem azért szeretjük, mert jó, hanem azért, mert általában jó a szurkolás, meg balhéznak a szurkoló. Jaj, és most jön egy nagyon-nagyon elbaszott, ők is minden terepkupán ott vannak, ez pedig... Asztalon Villa. Ez amúgy szerintem kurva jó. Ezt én még nem hallottam. Asztalon Villa, basz meg. Én egy közöm, hogy nem hallottam. Következő csapatunk is mindig minden teremtornán ott van. Nem is játszanak rosszul, technikásak nagyon. Ők pedig a Deportivo nyakorúglak. Ők tuti, hogy ők is, mint mi, mert nekünk, a gimis csapatunknak ez volt a nevünk. Igen? Igen, a Deportivo nyakorúglak, mert nem voltunk eléggé kreatívak ahhoz, hogy kitaláljunk egy viccesebb nevet, viszont ezt már hallottuk az idősebbektől. Meg egyébként ránk vallott, tehát hogy én azt mondom, hogy Borsodban egy ilyen középiskolás csapatnak, ha ez a neve, akkor azt úgy el tudod képzelni, hogy ezt nem véletlenül adták maguknak, tehát... Mondja a Deportivóból egy játékost. A Deport egyet? Mehetünk is tovább, köszönjük szépen! Maradjunk a hispán vonalon, ez pedig... Igen, tehát ugye ez a csapat, akinek a nevét most ki fogom mondani, ők ezek a kocsma töltelék focisták, amúgy ők sem ügyetlenek, Szeszpanyol. Hát igen. ők azok, akik, amikor jön a meccs, akkor ők csak vicét isznak. Mert az mert sportemberek, ugye? Hát is volt, persze. Menjünk tovább. Nem fogom a szót szaporítani. Szemére Ajax. Amúgy szerintem ez is jó. Szerintem ez az ejakulációtól jobb. Azért ez már egy nyelvújítás. Tehát, hogy ez... A teremfoci Kazinczy Ferenceit. Így van. Vélhetjük. A személyre vagy a kitalálójaként. Stász Dávid csapatának a neve. Partizan Beokád. Partizan Beokád. Figyelj, ők... Azt mondom, hogy te is mondtál... nem lesznek ott a döntőbe. Hogy amit te is mondtál nyilván, hogy ők... Tehát amikor ez először ki lett találva, akkor tényleg kúra vicces volt. De most már olyan... Mert nagyon sok ilyen van. Tehát minden tiszteletem azoknak, akik először kitalálták és elindultak ezzel a névvel egy teremtornán. Tök jó. És most jönnek a rettentő szarok. Figyelj, kettőt is mondok rögtön. Azt mondja, hogy... Nem akarom, ezt láttam. Ezt nem akarom. Ezt egy nem gólt akarom. Se, egy gólt ese, és a esélyünk ese. Amikor mi ilyen csapatokkal szoktunk összekerülni, bár nekem nincs hatalmas futballtudásom, de ott kamatozhatni tudom azt, hogy nekifutásból páros lábon melberugom. Annyira kellemetlen. De komolyan, de miért csinálja ezt valaki? De ők ugye elviszik, hogy ez tök vicces, hogy igen. Mi elemetek? Esélyünk sem. Na ez az, ami még nem hogy a 80-as, még a 60-as években sem volt vicces. Még nem is volt kispályás labdarúgás, mert akkor sem volt vicces. Tehát, aki esélyünk se, meg egy gólt se néven indul, az a trófoci tornákra soha büdös életben nem nevezhet. Nem. Biztos, hogy nem. Kivéve, hogyha befizeti 200.000 forintért. Így van, akkor a büntetést a név miatt. Igen. Direkt erre fel fogunk állítani egy bizottságot.
aki a trollfoci tornák egyikén indul ilyen névvel, annak félmillió forint a beugró. Igen, és a fizével a fakkanállal fog játszani. Most jön egy-kettő jobb, ami nekem tetszett. Ez például szerintem tök fantáziadús. Werder Bremen? Werder Bremen? De az a, ezekben egyébként az a rossz, hogy én ha nézem az eredeti Werder Bremen logót, nekem mindig az jut eszembe. Nem tudom, hogy Magyarországon hány darab óriási Werder Bremen fan van, tudj, de hogy aki tényleg nekik szurkol is. Van, biztos. És vannak Magyarországon, mit tudom én, olyan csicska csapatok szurkolói, mint a Juventus mondjuk. Á, biztos, hogy nincs. De hogyha egy, tényleg valaki a Werder Bremen-t imádja, és meglátja ezt a csapatnevet, és aztán később mindig összekapcsolja, tudod? Az mennyire rossz lehet már, nem? Csak te kapcsolod össze szerintem. Pinagy! Pinagy! Na szóval ez a csapat a Pinatinaikos. Hát de egyébként majdnem. Ők a 13-tól 16 éves korig a serdülő CB, és még szűzek. Igen, és képzeld el, hogy egy jó, nem tudom, egy jó szokka kupa döntőben a Pinatinaikos Werder Bremen csapat, amikor összecsap. Menjünk tovább. Én ebben a csapatban játszottam, és nagyon égett a fejem. A srácok kurva jó arcok voltak, imádtam velük focizni, Palika, Vadi, Vajas, és azt a nevet adták a csapatnak, hogy AS Kóma. Igen. Hiszen minden út kómába vezet. Ennyire szar volt az a név. A csapat az nem volt rossz. Az nem volt rossz. Hagytam kettőt a végére. Melyiket akarod? A jót vagy a rosszat? A rosszat. Mindenki. A rosszat. Én csak a rosszat. Na, tehát ez a csapat szerintem, ez a bulizós csapat, tudod, aki azt hiszik, hogy minden tornán ott vannak, és akkor mekkora a parti arcok, és mennyire jó fejek, hogy azt próbálják szemléltetni a többi csapattal és a létrekötösséggel, hogy ők mekkora jó arcok, meg ilyen viccesek, meg ők az etil alakulat. És én ismerek ilyeneket. Gyűlölöm ezt a nevet, hogy etil alakulat. Ilyen csapatnév nincs. Aki ennek nevezi a csapatát, az takarodjon innen a Hallgassatok rá. Megnyugodtam. A végére hagytam szerintem a legjobbat. Ez egy hölgy küldte nekünk. Női csapatnév. Ez tényleg jó. Készült? L'Oréal Madrid. Ember. Ez a legjobb. De én nem hallottam még. Nem, én sem. A Real Madridtól sokkal jobb. A Real Margittól is jobb. Tehát, hogy én amúgy, ez egy ilyen piaci rés. Mert hogyha ezt a Real megtudja, akkor nem kell majd átnevezni őket, mint régen volt, mert a DVSC, AVE, ásványvíz, meg ilyenek. Lenne ő is L'Oréal Madrid. L'Oréal Madrid. Köszönöm. Tök jó. Felolvastuk ezt a temérdek, undorító, cefet, gusztustalan terem foci csapat nevet. És most akkor térjünk vissza ahhoz, hogy olyan videót készítünk nektek, mint a Borsodi Hónapjátékosa. És most mi fog történni? Most meg fogjuk nézni közösen azt a körülbelül 18 gólt, amit kiválogattunk. Azt azért megint megjegyzem, hogy szerintem egy 50-60 jött olyan, amit használhattunk volna. Efelett még jöttek ezek a tipikus kaputelefonos videók, de nagyon-nagyon-nagyon aktívak voltatok, nagyon sokat küldtetek. És hova kell beküldeni? trollfociofficial@gmail.com. De várjál, mert ezt mindig ide rakod, azt itt lesz előttünk, kirakom. Csapjunk bele! Kezdjük el! Hajrá! Kezdjük el a Szigligeti Ronaldóval. Ő Szigligeti vagy Sződligeti? Ő Sződligeti. Viszont a Sződligeti Ronaldó hatalmasat ment az Instagram csatornánkon. Így van, és szerintem nem véletlenül... 100 000 megnéztétek a videót. És nem véletlenül nem derült ki a neve. Nem szeretnénk... Tehát egy ekkora tehetséget rögtön szétbombáznák levelekkel. Hát nézzük meg, hogy számol. Sződligeti Ronaldo.
Stadion Bunki. Van meg, Stadion Bunki. Klasszikust idézve, igen. Hát oda raktunk volna még három kaput, akkor talán besúgó. Hát akkor is a felső lét szerintem. Köszönjük szépen Szöldigeti Ronaldónak. Írjátok már meg kommentbe, hogy ki volt a fiú, mert adunk neki is egy tálca borsod itt, nem? Hát szerintem megérdemli. Nálunk ő lett volna a csatár, mert úgy néz ki, hogy ő tud a legnagyobbat rúgni. És nálunk mindig az volt a csatár. Amúgy NFL-ben hogy hívják ezek a panterek? Tudod, ami... Figyelj, én nem tudom, mert azok állandóan... Az fura az a sport. Tehát a labda is ilyen hosszú. Hendeg. A következő videót azt például valaki beküldte nekünk, nem tudjuk, hogy pontosan ki szerepel rajta megint. Én ezt nem igazán értem. Szerinted ez gól? Ez gól, hát ez mit csinált? Tekerd vissza. Semmit nem csinál, oda nyúl, vagy nem tudom. Beugrik a kapuba. Beugrik a kapuba. Nézd meg. Szóval ez mi? De nézd, amiért ugrik. De a bíró ezt most mit fúj? Gólt vagy kifele? Ez az amatőr válogatottak országos tornáján készült ez a videó, annyit tudom. Ja, hogy ez a csávó, aki így behúlik a kapuba, az azért válogatott. Amatőr válogatott, igen. Ekkora fasságot már nagyon rég láttam. Tehát akkor kezdjük el most már tényleg a szép mozdulatokat. Az első játékosunk Árpa Roland, aki a Hargita Ese nagy ajta csapatán játszik. Erdélyből kaptuk a gólt, és köszönjük szépen, hogy Erdélyből ilyen sok videó érkezik. Így van, egy beadás, egy fejes, még egy fejes. És mi? Hát figyelj! Az a kis csukafejes. A leghaszontalanabb, de legszebb csukafejes, amit életemben láttam. Most nézzük, hogy ahogy... De... Elérte volna a lábbal? Nem. Ezt laza, ezt elértem volna, hát ez tarkóval fejelte be. Nem, tényleg. Ezt macán elértem. De ugye a mozdulat tényleg nagyon-nagyon szép. Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Ez a partjelző, vajon hogy van mindig vonalban? Következő emberünk Dudar Ese Barha Bálint. Nagy. Jó, ez a Pápai Stadion, gyerekek! Ííí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 í Figyelj, Ronaldinho, nem passzolt. Miért ezt lehetett hallod a pápa? Itt volt a stadionban. Ez a Dudar Ese, én nem tudom, hogy ő mit fizetett. Saját térfelé, figyelj, azt a bőröst, júj, de csúnya! Ez nagyon átfűzte. És amikor meglátják, hogy a hetes számú középpályást hogy átfűzi, a többi védő az onnan inkább nem is megy oda. Csávó, vérszemet kapott azt, és aztán végigment mindenki. Nagyon durva. És még a lövés is jó. Nálam eddig a bőrös miatt ez az bőrös első. Bőrös miatt ez nagyon szép, igen. Következő, az pedig nem más, mint Novodomszki Zsombor a Békési FC-ből. Nézzük, ez egy... Ezt most megállítom. Az üzenet még azt is tartalmazza, hogy a srácnak az első gólja, amit a felnőtt csapatban szerzett. Úgyhogy valahogy így kell bemutatkozni. Nézzük meg Novodomszki gólját a 64. percbe. És a legnagyobb természetessége, jó, azért 7-0, azt látjuk. Ja, igen. Kapusik jelent. Hát figyelj, lehet, hogy holnap meló. Jelentkezik. Ne meghúzódjak. Persze, de itt már ő jelezte, hogy jó, hírjában. Szegény, mert kapott 6-ot, basszus, úgyhogy. És Zsombor pedig elmutatja, hogy tesó ez. Bent van. Amúgy szimpatikus, Zsombortól full szimpatikus, hogy nem merüli túl a szituáció. Tehát ez volt a 7. gól, fölteszi a kezét, jobban, mint a kapus. Igen. Ami még piros pont, hogy elég jó minőségű a videó. Igen, köszönjük szépen. Ismét Erdélybe visszakanyarodunk. Csíkmadaras, Bíró Richard. Nézzük. Szabadrugás. Hát hallod? Az mit volt? Várjál! A gól, nézd meg még egyszer. A gól, figyelj, mi lóval, lónak. Bim! És figyelj, ez lassíts ki. Jön a csávó, figyelj, óriási gólverőmet szeretne bemutatni, hogy gyere tesó, tedd ide a lábad. Nem, leszarják. Leszarják! És aztán szépen tovább. Ez meg, amikor... Volt egy a NFL-ben a Tom Brady, ugye a világ legjobb. Na őt is ismerem, őt én is ismerem. A Patriotsnál, hogy volt egy olyan ilyen meccs, hogy így fölrakta a kezét, hogy dám gyerekek, pacsi, és itt senki. Úgy jön ezt, a gyere tesó, ide jön, nem. Teljesen mindenki mással foglalkozik. Akkor ő, igen. 11-es, ő egy teljesen külön gólörömet elkezdett ott felépíteni magának. Figyeld, arra szeretném megkérni, hogy a legközelebb gólt rúgsz, akkor
Tehát már a lábad a csávónak a térdére, jó, hogy... Na, de még csak csapattársad. Búú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 
és ezt a gólt is amúgy Csabika küldte nekünk, úgyhogy Mr. Originality Csabikának ezt is nagyon szépen köszönjük. Nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Berúgja? Be. Igen. Na ezt figyelj, azért Gábor Áront, azért megértem, hogy olyan székelyföldi volt, mert ezek a srácok halad akkora BOOM bombákat lőnek, hogy ez valami elképesztő. De ez még helyezve is van. De figyelj, a kapus az szegény, mi a fasznak erőködött? Ő vetődött. Jó, a becsületből elvetődött. Most következik Molnár László, Jász Jákó Halmáról tudni kell, hogy ottan voltunk, ott a pörgött, forgott a Trollboci kamerája, a híres London kocsmába is beréztünk. Nézzük. De mi a London kocsma? Azért London kocsma, mert a kocsma polcán van egy emeletes kis busz, egy kis matchbox. Ja, ekkor egy kocsmát építettek. Egyértelmű, hát jó, így melyet nem tudtam mérni. Na nézzük Lászlót. László. Cipeli. Viszont azt tudti és követetek meg, de ez a meccs nem Jász Jákóval van, mert ott teljesen más volt a pálya, és tudom, hogy a kispad? Busz megálló volt a kispadon. Mi frankol? De azt megszokták, ez nagyon jó. Na nézzük akkor? Ezért nincsenek egyébként trópusi pókok. Molnár Laci megindul. Pif! Figyelj, labdát figyeld, mint hogy egy zsinóron húzták volna egy végig. Nagyon durván eljött. Gyönyörűen eltalálta. Gyönyörű gól volt. Gyönyörű. Nálam eddig ez a legszebb, Következő pedig Boldog András, aki a magyar keszi színeiben szerezte ezt a gólt. Nézzük meg. Itt már a minőség az azért nem... Az már kicsit romlott, igen, nem nézzük. A legjobb. Egy pass. Egy csel. Még egy csel. Javagyúcsi, rúgvál be! Hát figyelj, ha én is ilyen gólt szereznék, én is boldog lennék. Szerintem menjünk tovább. Romfa Dávid, tá PSK, gólját láthatjuk. Na, ez az, közelíts rá, kapu legyen benne. Így kell egy jó videót csinálni, gyerekek. Nézzük. Hú, ez kegyetlen lesz. Fúj a szél, úgy látom. Kapuig el kell rúgni ezt a labdát. Te! Tehát, hogy ez annyira természetes volt, hogy senki nem örült. Bement a gól, és mondták, hogy jó van, annyit látni azért, hogy az ellenfél egyik játékosa az annyira szomorú lett, hogy azon nyomban elvetette magát. Elérkeztünk a terenfocihoz. Rengeteg ilyen gólt kaptunk tőletek, köszönjük szépen. Érkezzen Edgár Csaba a nyak csapatából. Egy játéveljük. Hallod? Lassíts vissza! Nincs megvan! Azt a csávot nézzük valami közelebbről? Hát bazd meg! Nem hiszi el! Azt a f***a élet! Edgár Csaba! Kapus gól! Így van! Edwin György! Ender Szárnak a fia! Így van! Egy lánytól elveszi a labdát! Igen? Majd amikor leteszi egy csel! Na? Még egy csel! És a hosszúba járnakja! Soli bajnokság? Ah, valószínűleg igen, de igazából az egyik fő indok az volt, Hát én fiú vagyok! Igen, hogy ezt derítsük már ki! Tehát hallod azt a mozdulatot, látod a kapus, amit csinált? Ez a kicsit a lábát így felemeli aztán. Igen, ilyen kis, ez a top nálam. Nálam biztos, hogy a második helyre fog bekerülni, még mielőtt megnézzük az előtt. És most ide beteszek egy YouTube reklámot. Jó. Varga Tamás, aki úgy döntött, hogy nem focizni fog ma. Júj! Ez talán bement? És még meg is ünneplik. Figyeld. És azt tetszik nekem ezekben, hogy megvan az a humor, meg megvan az a közeg egy ilyen kispályás ünnepség, vagy bajnokság, ünnepségen, bajnokságon, hogy látszik, hogy örülnek neki, ő is, mintha gólt szerzett volna. Én ezt egy második helynek én beraknám, majd persze szavaztok,
Figyeljetek, léci, tehát hogy szavazzatok már rá. Esztergom, Bozsok Imre, visszatérünk a kispályához, vagyis ott vagyunk már jó ideje. Nézzük! Hopp, hopp, júj! Takarodj! Ez valahogy szerint én nem vagyok benne biztos, hogy ti a kispályás torna reggelén ismerkedtetek meg. Tehát itt valószínűleg azért itt már régebb volt a tartalom. Ahogy Merro Bence mondta, hogy ez a beszokott figura volt. Hát és figyelj, rányadjatok, olyan erőltetett a no-look pass, hogy konkrétan direkt a pass pillanatában izomból elnéz balra, hátra, és jobbra lepocsolja. Vissza! Itt is megvan. Ott is megvan. És itt már aztán a kapus elment a rövidre, Imre a végén pedig bevágja. De hát a gyerekek, ez a csapatmunka, ez felvonás. Ez gyönyörű volt. Annyira utálom, amikor ilyen gólokat kapunk egy teremtordán, és általában egy meccsen 6-ot kapunk ilyen. Nagyon rossz. Én ettől csak azt utálom jobban, amikor bepotyázok valamit. És most következik számomra a legfurább csapatnév, a Dax Football Sala. Sala? Vagy Sala? Vagy Sala? Van ilyen település? Szinte félpályáról. Takarásból, úgy ahogy van. Pif! Azt a magát. Ez gyönyörűen eltalált. Labda ballal azért. És sokan mondják, hogy ott ebben a kis kézilabda kapuban mindent ki lehet védeni, félpályáról nem lehet volt lőni. Na azért kíváncsi lennék ott, amikor kommentelőt beállítanánk ide Dénesnek a labdájához, hogy lehet, hogy inkább még menekülnék is ettől a labdától, mint hogy oda nyúljak. Hajrá, Dax Football Club, Sala! Korona FC, Bors Martin találata következik. Nézzük. Ez ilyen picit szemtelen, igen. Azért ebben volt egy kis fűszer. Középkezdés után, tehát hogy Bors Martin, tehát tényleg párosabban elberúgnám. Ugye mi ilyen gólt rúgna nekünk, utána megverne, az biztos, igen, de legalább... És utána mi van? Ilyen kis FIFA 97-ből származó robottánc, nagyon jó. A kőszegi Csikó Csárda és Panzió játékosa, Szabó Krisztofer, aki írta nekünk az e-mailt, az megjegyezte, hogy Krisztofer a mai napig azt állítja, hogy ez egy szándékos mozdulat volt. Én elhiszem neki. Újításként a szervezők All-Star tímet is avattak. Nézzük meg! A külön díjazott játékosokon túl Nagy Gergő, megurítás! Egy blokk! És szavaz! Igen, a Feci 37 centi, az enyémben 43. Ugyanannyira igaz. Pont ugyanannyira igaz. De még el is fordult. Tehát egy olyan gyönyörűen bokán rúgtak labdával. Tudatos? Jó. Tudatos. Jó, viszont óriási. Figyelj, én azt mondom amúgy, így az egész miatt én azt mondom, ez nálam a harmadik. Dokkolsz is. Hát de tesó, ez nem volt szándékos, hát belerúgták a labdát. Hát de hogy? Hát de hogy? Rem Hungária Kft. Szunács Martin. Nézzük. Hey, de okos. Szépöri. Milyen okos? Tudod, mit képzeltem el? Itt megkapja, átbördíti. Én ollóra számítottam. Meg az, hogy itt izomból meglövi a hosszút, vagy izomból belebombázza. Klem Vegyes FC, Angyal István gólja. Ez a gól, ez már előre szólok, hogy félelmetesen nagy lesz. A kapus akkor emeli fel a kezét, amikor már Angyal István a büfében túl van három fröccsön. Igen. Nézői reakció, jobb alsósarok. Jézus Mária! Angyal Pista! Óriási, Angyal Pista! És a Klem Vegyes. Egy földreszállt bombázó. Óriási. Kaptunk egy olyan videót is, amiről pontosan nem tudjuk, hogy melyik csapatban játszik. Éles Zoltán. Nézzük. Zoli, De nem sajnálja valami a kapus? Ahogy balra lefel a kapus, figyelj a fejét szegénynek. Valami nem tudom, elveszik az összes borotva pengét tőle. Megnéztük most veletek együtt, húzd el a videót, kérünk titeket, hogy kommentbe írjátok meg, hogy szerintetek melyik érdemli meg azt, hogy a Borsodi Hónap játékosa címet bitorolja majd, és hogy tudnak szavazni majd? Első körben, amiután kiderül, hogy kire szavaztatok a legtöbben a komment szekcióban,
a top 3 ki fog kerülni a Borsodi a hónapjátékosa.hu oldalra, ahol majd szépen ti megfogjátok, megnézitek a 3 gólt, és kiválasztjátok, hogy szerintetek melyik volt a legszebb. És ki is javítom magam, megnézitek a 3 esetet, mert lehet, hogy nem gól fog bekerülni. Hogyha rám hallgattok, akkor nem csak gólokat fogtok beszavazni, ugyanis pont ez a jó ebben a játékban, hogy bárki bárhogy tud nyerni. Köszönjük szépen, ezt a videót megnéztétek, és ahogy Feci is elmondta, szavazzatok, itt tudtok szavazni, és ha szeretnél te lenni a Borsodi hónap játékosa, akkor a trollfacioffice@gmail.com oldalra küld be a videódat, az legyen gól, védés, nézőtéri bekiabálás, vagy éppen, hogy terem tornán kosárt rúgsz. Például, és még egyszer szeretnénk gratulálni Prince Gábornak, aki a nagyvenyém játékosa. Várunk sok szeretettel, hogy átadjuk neked a kis ajándékokat. Van itt ám még ilyen is, még zokni is van. Na? Mindent ad a Borsodi, mindent ad. És tudod mit ad? Dicsőséget. Ugyanis Prince Gábor a hónap játékosa. Egészségedet, testvérem. Sziasztok. Kedves nézőink! A büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is.